A következő percekben azt fogjuk megvizsgálni, hogy Vármegyénkben mennyire népszerű és hogyan alakul a kézilabda mint sportág helyzete. Ennek apropójában látogatott el hozzám a stúdióba a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Szövetség elnöke Barnóczky László. Szia Laci, köszöntelek a stúdióban. Üdvözlöm a nézőket. Kérlek, mondd el nekünk, jelen pillanatban mennyire népszerű sportág a kézilabda itt Vármegyénkben? Nagy öröm számomra, hogy egyre jobban népszerűsödik a sportág, nem csak azáltal, hogy a tévéközvetítések is több mérkőzéseket játszanak le, hanem a helyi, vármegyei sportszervezetek egyre több utánpótláskorú csapatokat indítanak, és jó pár felnőtt csapatunk is van. Itt lehet ismerős neked ez a NB1B-s vonal, ahol most jelen pillanatban kettő vármegyei csapatunk is szerepel. Tavalyi évből feljutott a DVTK nagy örömünkre, és a másik a Mezőkövesdi KC csapata, aki szintén NB1B-be szerepel. Ugye, mint említetted, több egyesülete is van Vármegyénknek. Milyennek találod az utánpótlást? Az utánpótlás helyzete, a Kézilabda Szövetség, a Magyar Kézilabda Szövetség megállapított egy útvonalat, amelyik egészen 2028-ig előre lefektetve van, és ezeknek a szabályok mellett egyre többen érzik azt, hogy érdemes a kézilabda utánpótlással foglalkozni. Ugye ebben benne van az is a TAU támogatások, de ugyanakkor benne vannak azok is, hogy az iskolákkal tudjuk felvenni a kapcsolatot, hogy a legkisebb növendékeket is bevonzzuk a kézilabdások táborába. Hogyan látjátok jelen pillanatban, ugye a legnépszerűbb sportág még mindig a labdarúgás szerintem az egész országban, de mennyire érdekli a fiatalokat a kézilabda? Én azt veszem észre, hogy a fiatalok, tehát baráti kapcsolatok alakulnak ki a sportszervezeteken belül, és ezek a fiatalok a ismerőseiknek, a barátaiknak, barátnőiknek hirdetik, hogy mérkőzések vannak, hol és mikor, és egyre többen jönnek be a kézilabda mérkőzésekre, hiszen látványsportág, öt kiemelt látványsportágban benne van a kézilabda is, és nagyszerű gólok születnek, nagyszerű technikai elemek vannak, és ezáltal szerintem a közönséget is egyre jobban vonza. És mint sportág, hogyha valaki sportolni akarna elkezdeni, az elmúlt években növekedett az arány, akik a kézilabdát választották, mint sportot? A többi sportágat nem tudom, hogy mennyire népszerűek lettek. Ugye volt itt egy Covid időszak, amikor egy kicsit ez a létszám megcsappant, de most már úgy látom, mintha egyre jobban, egyre több utánpótláskorúakban jönnének a játékosok. Ez beleértve az utánpótlás 15, 14, 12 és a lenti is Huli Kézi Fesztivállal kapcsolatos programunkat is, úgyhogy biztató a jövő. A Vármegyének ugye, mint említetted az előbb is, lett egy kiemelkedő csapata, a Diósgyőr. Mit gondolsz, az, hogy ez a klub ennyire jól teljesített és kiemelkedik a többi közül, motivációt adhat-e arra a fiataloknak, hogy jobban érdeklődjenek a sportág iránt? Úgy látom, hogy feltétlenül pozitív irányba megy ez a vonal, hiszen egy DVTK-ban játszani népszerű az egész Vármegyénkben. Mindenki szeretne ott játszani, látjuk a futballnál és a labdarúgásnál, illetve a kosárlabdánál is. Ugyanígy van ez a kézilabdánál is. Segítik, és meg kell érteni a többi sportszervezetnek is, hogyha valaki szeretné, hogy minél jobban tudjon haladni és előre menjen egy játékos, akkor bizony hozzá kell járulni ahhoz, hogy egy másik sportszervezetbe átmenjen, és ez miért ne legyen a DVTK. Éppen most, amit említettél, az lett volna a következő kérdésem, hogy a fiatalokat is tudja motiválni az, hogy van lehetőségük itt a Vármegyén belül akár egy nagy klubba is eljutni? Igen, motiválhatja őket, hiszen ugye mindenki más-más sportszervezetnél tanulja meg az alapokat. Vannak ott nevelők minden helyen, akár a Sárospataki Egyesületeket veszem, akár az Ózdi, illetve a Lóci női-férfi vonalat, vagy a Borsos Sportklubot, ahol szintén jó munka folyik, hiszen nőnek ki remek játékosok. Való igaz az is, hogy ugye mivel közel van egy akadémia hozzánk a Debrecenben a női vonalon,
ők viszik el elsőnek azokat a nagyon megnézett, illetve ügyesebbnek nevezett játékosokat, de a férfi vonalon viszont elsősorban a DVTK-ba kell megmérettetni magukat, NB1B-be, illetve a megőző kövesdi KC, és a régi hagyományokat, OAM Ózdi KC-t is megemlíthetem. Igaz, sajnálatos módon ők kiestek az NB1B-ből, és most az alacsonyabb osztályba, NB2-be indultak el, de azért egy ilyen nagy patinás klub, mint a DVTK, az vonzerő. Most már említetted az Ózdi csapatot is. Ugye a Diósgyőr már e héten megkezdi szereplését a Magyar Kupában pont az Ózs csapata ellen, illetve jövő héten már bajnokit játszik. Hogyan látod a vármegyei csapatoknak az esélyeit, egy kis esélylatolgatás itt az idei szezonra? Visszatekintve a múltra, én szerintem ezek a vármegyén belüli mérkőzések mindig presztízs mérkőzések. Tehát úgy, mint a tavalyi, ha visszaemlékszünk, a Mezőkövesdel játszotta itt a DVTK kupon meccsét, amit sikerrel vett és tovább is jutott. Illetve az OAM Ózdi KC-val is biztos, hogy egy olyan mérkőzés lesz, ami mindenki oda teszi magát 100%-osan, hiába még a szezon elején vagyunk, ezek várhatóan éles mérkőzések lesznek. És ha most nem a kupát vizsgáljuk, hanem azt, hogy ugye a Diósgyőr feljutott az NB2-be, akkor nekik milyen esélyeik vannak? Ugye most ez egy kicsit nagyobb ugrás ahhoz képest, ahol eddig kellett megmérkőzniük. Hogyan látod, milyen esélyekkel vághatnak neki a bajnokságnak? Bizony, ez úgy szoktuk mondani így kézilabdás bergekben, hogy ez egy kicsit másabb kávéház. És ugye, amit a DVTK az NB2-ben tudott, tehát ezeket a gyors ellentámadásokat, lerohanásokat és ügyes gyors passzokat, ezt NB1-ben mindegyik csapat tudja, elmondhatjuk. De ezért vannak a felkészülési mérkőzések, ezért vannak az olyan mérkőzések, amik már élesben majd a bajnokságra, az egyenes útra vezetnek, hogy ezeket gyakorolni kell, az úgynevezett felállt fal elleni támadásokat is, amiben én úgy gondolom, hogy a DVTK fog előrelépni, és biztos vagyok benne, hogy a hazai mérkőzésekre is úgy érkeznek az ellenfelek, hogy meg akarják verni a DVTK-t, de hát ezt kell megmutatni a fiúknak, hogy bizony itt vért kell izzadni mindenkinek a jó eredményét. Te mintának biztos tudsz nekünk arra választ adni, hogy a vármegyén belül működő klubok között van bármilyen féle megállapodás egyébként, hogy előre haladjon a sportág és segítsék egymást? Én szerintem ez úgy működik a sportszervezetek között, hogy megkeresik a bizonyos játékost, akire szüksége lenne, és akkor az alacsonyabb osztályú, hogyha miért ne adnám meg a lehetőséget a nála nevelkedett játékosoknak, hogy fejlődjenek, menjenek tovább, próbálják meg magukat minél magasabb szinten. Szerintem meg tudnak állapodni ezekben a jövőben. Jelen pillanatban hogyan látod Vármegyénkben, melyek azok az egyesületek, akik a legtöbb, legtehetségesebb fiatal tudják kinevelni jelen pillanatban? Női vonalon a Borsod Sportklub, Gazinc Balcika csapatát, Borsod Sportklubot említeném, illetve nagyon jól dolgoznak a Sárospataki vonalon a SRKG csapatánál, és a Lóci DS-nél, hiszen Vámos Petra annak idején, ugye, aki most már az olimpián is szerepelt, az Lóciba kezdte a kézilabdázását, és hasonló jó munkát végeznek Mezőkövesden a férfi vonalon, illetve most már a DVTK-nál is, úgyhogy bízunk a jövőben. És ti, mint szövetség, hogyan tudtok hozzájárulni ahhoz, hogy a klubokat segítsétek, illetve hogy feljebb emeljétek Vármegyénkben a kézilabda, mint sportágat? Mi az MKS-től kapott összes tájékoztatóval napra készen tájékoztatjuk a klubokat, és minden olyan segítséget megadunk nekik, amit határidősek, és figyelmeztetjük őket, hogy időben kell nevezéseket beadni, időben kell megcsinálni a sportorvosi igazolásokat, és ehhez való versenyengedélyek kikérésében. Ezt napi szinten csináljuk kollégáimmal, valamint az összes olyan mérkőzésre odafigyelve a játékvezető küldésre, szintén azt nézzük, hogy a csapatoknak minél jobb legyen. Jelen pillanatban, hogyha feltérképeznénk a Vármegyénket, hány nagy klubról beszélhetünk, illetve kisebbről is, hány egyesület van itt, hogyha valaki kedvet kapna a sportág iránt, hol tudja megtalálni a helyét?
Hát jelenleg nálunk bejelentve így 23 sportszervezet van a Vármegyébe, ahova lehet menni különböző szinteken ugye kézilabdázni. Van, amelyik sportszervezetünknek, mint a MEAFS például, vagy a Tiszaújváros, nekik csak felnőtt csapatuk van, és felnőtt bajnokságokban indulnak. Viszont egyre több az, mint említettem is, az olyan sportszervezet, ahol utánpótlással is foglalkoznak. Tehát lakóhelytől megfelelően kell kiválasztani, kinek mi a kedvezőbb, hogy fogja tudni elengedni a gyereket például az edzésekre, hogy fogja tudni elszállítani, mert most már olyanok vannak, ugye, hogy el kell vinnünk egy kicsit távolabbra is. Ez mondom Sárospataktól egészen Mezőkeresztesen, Mezőkövesden keresztül az Ózdig lehetőségek vannak. Tehát szívesen állunk bárkinek a rendelkezésére, a szövetségünk is. Honlapunkon is egyre jobban hirdetjük ugye ezeket a lehetőségeket, és mindenben fogunk segíteni. Esetleg olyan partneri szerződéssel van a kluboknak, vagy nektek szövetségnek, hogy iskolákat is bevontok az utánpótlás nevelésbe? Igen, elindult ez a program, a Suli Kézi Fesztivál kézilabda programja, ahol területileg figyeljük azokat a lehetőségeket, és fesztivál jelleggel vannak ezek a legkisebbeknek, akik kijöttek az óvodából, és az első labda érintéseket teszik meg, úgymond, és ez tavaly csak 3 helyszíne volt ennek, de az idén már 4 ilyen helyszín lesz, ahol a legkisebbeket is koordinálva a kézilabda szeretetére fogjuk segíteni. Ahol akár megtaláljátok a jövő legnagyobb csillagait. Végezetül utolsó kérdésként, hogyan látod a Vármegyénkben a kézilabda jövőjét? Mennyire tud kiforni akár magasabb szintre is? Mint mindig mondják, és ez a valóság, hogy amennyiben pénz, lehetőség, anyagi források vannak, megvan a lehetőség komolyabb szintre, tehát akár első osztályba is NB1-be évek során oda kerülni, ez nem a jövőre, nem a következő 2 évbe, hanem utána lévő évbe gondolom én, hogy lehetséges. Ez kell egy ilyen vármegyei összefogás is valóban, hogy minél jobban segítsék a klubok egymást, illetve abban, hogy az ügyesebb játékosokat pozícionálják egy olyan magasabb szinthez. Hát reméljük, hogy a jövőben akár még fellegvár is lehetünk a kézilabdában is itt a Vármegyénkben. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk. Sok sikert kívánunk a munkátokhoz, hogy sikerüljön felemelni a kézilabda sportágat még magasabb szintekre, illetve sok sikert kívánok az összes vármegyei csapatnak. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönjük. Köszönjük.